Már csak pár pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Interneten keresztül nem más, mint dr. Gyarmati István volt nagykövet. Szép jó reggelt kívánok. Nem volt, mert egy nagykövet mindig nagykövet marad. A legfrissebb hírek. Az izraeli miniszterelnök kihirdette a kijárási tilalmat, amit órákon belül bevezetnek egész a szombat kimeneteleig. Az izraeli parlament rendkívüli ülésre ült össze, ahol az alaptörvényt elfogadta 62 képviselő második nekifutása, közöttük három arab képviselő, így volt meg a 62 szavazat, azért, mert nincs költségvetésük, hogy a tavalyi költségvetéstől eltérhessenek, hogy a kiadásokat fedezni tudják. Ugyanakkor az angol miniszterelnök már lélegeztető gépen van. Ezek a legfrissebb események, a többi a híradóban. Mi a véleménye, hogyan tovább, hogy fogunk ebből kimászni, hogy fog az ország kimászni? Hamarosan ránk köszönt a szabadság ünnepe, a Pészák, amikor ki kéne vonuljunk Jeruzsálemből. A Szentsír templom Jeruzsálembe 600 év után először bezárt, még háborúban sem szoktak bezárni. Milyen feltámadás lesz ez? Azért hadd mondjuk a jó jeleket is, hogy a Nyugat-Európában egyre több helyen látszik úgy, hogy megfordulni látszik a trend, és csökkennek a megbetegedések, meg a halálozások, és ezért nyugat-európai országok közül, köztük elsősorban említeném szomszédunkban lévő Ausztriát, de Németország, sőt Franciaország, Olaszország, Spanyolország is, tehát a legnagyobb problémával küzdő országok is azon gondolják, már, hogyha ez a megfordult csökkenő trend fönnmarad, akkor elkezdik enyhíteni a korlátozásokat. Ez nyilvánvalóan szükséges, hiszen nagyon sokáig ezeket a korlátozásokat nem lehet fönntartani, mert ez egy olyan dolog, tudod, mint hogyha egy rákos beteget kezelnek mondjuk, és akkor folytatják a kezelést akkor is, amikor már elmúlt a rák, és akkor a kezelés öli meg a beteget. Tehát ez is egy olyan kezelés, amit hogyha túl sokáig csinálnak, akkor megöli a beteget, mármint hogy a gazdaság teljes mértékben összeomlik. Így is óriási nagy problémák vannak és lesznek. Hát, hogy Magyarországon egyelőre én azt tartom a legproblémásabbnak, hogy fegyelmezetlenek vagyunk, nem marad otthon egy csomó ember, és ugye ahogy ezt a tiszti főorvos asszony mondta, hogy berobbanhat a járvány Budapesten és Pest megyében, ami hát nagyon-nagyon nem jó lenne. Izrael, ugye nem sokan szeretik Izraelt példának állítani mások elé, de ha Izraelben a zsidóknak lehet teljes kijárási tilalmat elrendelni a Pészak idejére, és ez egy okos megoldás, mert nem az van, hogy most időtlen időkig nem mehetnek sehova, hanem azt akarják megakadályozni, hogy a szokásos népvándorlás ne induljon be. Lehet, hogy valami hasonlót kéne megfontolni Magyarországon is, de hát ez, én nem vagyok szakember, ugye állandóan erről a járványról beszélünk, úgyhogy igazából a... Hát a járvány az velünk van a gazdasági téren, az egészségügy téren, és ezzel kelünk, ezzel fekszünk. Akkor nézzük a Magyar Nemzet címlapján. Polgári napilap alapította Pető Sándor. 1000 milliárdos segítség a gazdaságnak és a családoknak. Orbán Viktor bejelentette, fokozatosan visszaállítják a 13. nyugdíjat, írja a Magyar Nemzet. Ezzel szemben a Népszava vezércikke, gyors segély helyett ködös ígéretek. Csomag Orbán Viktor megint elnapolta a válság érdemi kezelését, hivatkoznak több megkérdezetre. Mi önnek a véleménye annak ellenére, hogy belpolitikával nem szoktunk az ön esetében foglalkozni, mert a legjobb a külpolitika, mert abból baj nem lehet. Két lap, két vélemény, és hogy segítsek, a Népszava címlapján 6 hét után szeretteinket is nehéz elviselni, mondja Dul Andrea, az MTA kutatója. Az embernek még saját magát is nehéz elviselni, hogyha be van zárva. Igen. Főleg saját magát nehéz elviselni, de... Megint ezt kell mondani, nem értek hozzá, és különösen az a problémám ezzel az egésszel, anélkül, hogy tudnám, hogy kinek van igaza. Van még fél perce válaszolni.
valószínűleg senkinek, vagy egyiknek se, de az a problémám, hogy ugye egy politikai bejelentés történt, és nem tudjuk a részleteket. Tehát ugye például azt a részletet nem tudjuk, hogy azt mondják, hogy a részmunkaidőben foglalkoztatott egyes vállalatoknak a munkabér egy részét megtérítik. Na most milyen vállalatoknak mekkora a részmunkaidő és mekkora részét térítik? Ki fogják dolgozni, és meg fogjuk ezt kapni. Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, időnk sajnos lejárt. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában Gyarmati István volt EBSZ nagykövetet, látták és hallották, beszéltünk a kultpolitikáról és az aktuális belpolitikáról, és természetesen a koronavírusról. Most Johnsonnak kívánjunk javulást. És kívánjunk az angol miniszterelnöknek javulást, és a zsidó népnek nyugalmat és türelmet ahhoz, hogy épp amikor Egyiptomból akarnak kivándorolni, Pészak szent estéjén, akkor be vannak zárva. Következő vendégünk Bácskai János, 9. kerület volt polgármestere, a Fidesz párt tagja. Tartsanak velünk. Szia!